Nem kell maszk kint az utcán, megszűnik az éjszakai kiárási tilalom, 200-an mehetnek lakodalomba, 50-en egyéb családi rendezvényekre, és szabad téren korlátozás nélkül lehet majd sportolni ezeket, és még néhány enyhítést jelentett be Orbán Viktor reggel a Kossuth rádióban. Akkor lépnek életbe az új szabályok, hogyha meg lesz az 5 millió beoltott. Reggelig a hivatalos adat szerint 4 millió 898 ezeren kapták meg legalább az első oltást. 2 millió 886 ezeren túl vannak már a másodikon is. Egyre kevesebb beteget ápolnak kórházban. A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy lényegében legyőztük a harmadik hullámot. Viktória és Péter Szalvétákat köszöntő táblát és kiegészítőket választanak a lakodalmukhoz. Hónapok óta bíznak abban, hogy hagyományos módon ünnepelhetnek. 130 vendéget várnak. Azt mondják nagyon boldogok, hogy hamarosan együtt lehetnek a szeretteikkel, barátaikkal minden nap figyeltük a híreket, és minden nap figyeltük, hogy mekkora az átoltottság, és a kormány milyen rendeleteket ad ki az esküvőkkel kapcsolatban. Hát most már mondhatjuk, hogy közel 11 éve készülünk erre, azóta vagyunk együtt. Két éve foglaltuk le ezt az időpontot, és azért nagyon vártuk már, hogy megnyíljanak ezek az utak. Áll a színpad Pécsen a Zsolnai Kulturális Negyedben. Kisebb programok már vannak, de készen állnak arra is, hogy csak nem egy év után újra nagyobb rendezvényeket tartsanak a tavalyi évben ugye ezek jó része elmaradt. Idén igyekszünk majd minél többet bepótolni, úgyhogy garantáltan izgalmas nyarunk lesz. A beadott vakcinák mennyiségével nőnek az emberek lehetőségei is. Közterületen hamarosan eltörlik a kötelező maszkviselést. Azért belefárad az ember. Nem kényelmes. Én azt hiszem, ez mindenkinek egy megkönnyebbülés lesz. A koronavírus harmadik hullámának legyőzésével továbbra is a szabályok betartása mellett, de felszabadultabban élhetnek az emberek. Jó sok minden lehet most, mely, hogy elmúlik a vírus. Ahogy a beoltottak száma eléri az 5 millió főt, a kormány feloldja a korlátozó intézkedések nagy részét. Ezt a miniszterelnök jelentette be péntek reggel a Kusút rádióban. Orbán Viktor 9 pontban foglalta össze a lazítást és annak feltételeit. Ennek értelmében megszűnik a kiárási tilalom, az üzletek és vendéglátóhelyek korlátozás nélkül nyitva tarthatnak, akár éjjel is, nem kell már maszkot viselni közterületen, újra lehet sportolni a szabadban, egyénileg és csapatban is. Szabad 50 fős családi rendezvényeket és maximum 200 fős lakodalmakat tartani. Ezeket a rendezvényeket elkülönítve az üzemeltetők felelősségével már meg lehet szervezni éttermekben, szállodákban is. Zárt térben tartott táncos rendezvényeket csak védettségi igazolványjal lehet látogatni. Szabadtéri rendezvények 500 főig tarthatók. A 16 és 18 évesek pedig, ha be vannak oltva, felnőttek nélkül is részt vehetnek rendezvényeken. 5 millió beoltott magyar, ez korszakhatár. Ez azt jelenti, hogy a járvány harmadik hullámát letörtük, lényegében le is győztük. Az emberek felnőtt emberek több mint 50%-a Magyarországon átoltott, és az egész Európában azt hiszem a második, első vagy második legjobb eredmény. Ezért kellő szerénységgel, de azt tudjuk mondani, hogy Magyarország ma a járvány szempontjából védettebb és biztonságosabb ország, mint bármely nyugat-európai ország. A korlátozások feloldása nem vonatkozik mindenkire egyformán, a védettségi igazolvánnyal rendelkezők nagyobb mozgásteret kapnak.